50 termelő írta alá a hitelről szóló szerződéseket. A tavasszal kiírt pályázaton elnyert összegeket osztották ki. Nagyon nagy volt az érdeklődés, tehát fölül 700-an pályáztak, 333-an nyerték meg ezt az összeget, és ez az összeg, ami most ki lesz osztva, ez 500 ezer euró. A következő hónapban, novemberben szintén 500 ezer eurót osztunk ki. A termelők permetezőt, ekekapát, sodrót és vetőgépet vásárolnak a hitelből. Van, aki a régi gépezetét újítja fel, és van, aki új eszköz szerez be. Nem volt konkrétan buzavetőnk, tehát a kollégán keresztül oldottuk mindaddig meg ezt a vetést. Most egy Amazon típusú vetőgépről van szó, ezt szeretnénk. Ha minden sikerül, akkor ezt vásárolnánk meg. A hitelre 2%-os kamatot számolnak fel, és részletekben is lehet törleszteni. Ezt a pályázók kedvezőnek tartják, mert önerőből nehezen tudnának új gépeket vásárolni. Könnyebb lesz, mert több éven keresztül kell kifizetnünk, és ez a 2%-os kamat, ez tényleg elenyésző, ez semmi. És így sokkal könnyebb lesz. Mert se a termés, se a jószági nem fizetnek, úgy, ahogy kellene. A tartományi mezőgazdasági fejlesztési alap jövőre is tervezi hasonló pályázatok kiírását. Akkor a költségvetési terv szerint 6 millió euró áll majd az alap rendelkezésére.